szeretettel köszöntök mindenkit, aki nézi a csatornámat. Ma a kakul ikonról lesz szó, ami Tbilisiben őriznek a Grúz Művészeti Múzeumban, a Puskin tér mögött. Ez a hely volt régen az a papi szeminárium, ahol Sztálin is tanult. Megdöbbentő, de magának Sztálinnak köszönhetjük, hogy ez az ikon mai napig is létezik. Ő mentette meg az emberiség számára. Nem is ez a legfontosabb, hanem az, amit látunk itt a múzeumban, ezt a csodálatos leletegyüttest. Az idegenvezető hölgy annyit mondott, hogy valójában a 8. századtól kezdve alakult ki ez a híres zománc művészet, amely a szenteket ábrázolja, és a mongolok kor az, amikor ugye már megszűnik ez a fajta művészet, de csodálatos darabokat hagytak maguk után. Ebből próbáltam néhány válogatást bemutatni önöknek. Sajnos nem tudtam fényképezni, tilos ugyanis ott a dokumentáció készítése, úgyhogy ebből a könyvből vettem a képeket. Századi kakuli triptihonnak a 4 evangélista ábrázolását látjuk. Ugyanúgy görög írással, mint a Szent Koronán. Szent Miklós, látjuk Máriát a kis Jézussal. Egy Pantokrátor ábrázolás. Itt pedig látjuk egy Szűz Mária képet Szent Mihály arkangyal. Ez itt a Szent György ábrázolása, ez pedig Szent Demeter. Itt van az a Szűz Mária ábrázolás, amit Csomor Lajos sokszor emleget. Érdekes, hogy a múzeumban még emlékeznek mindig rá egyéb ábrázolásokat. Tehát a könyv szerint itt van Gábriel és Szent Mihály arkangyal, a 4 evangélista, és itt vannak ugye a harcos szentek. Mindegyütt láthatunk egy gyönyörű keresztábrázolást Pantokrátor Krisztussal. Szent Pál ábrázolás, szintén egy gyönyörű keresztbe foglalva. Egy újabb Mária ábrázolás. És újabb Pantokrátor ábrázolás. Még ikonokat láthatjuk, azt mondja, hogy Szent Fülöpöt, Szent Jakabot és Szent András is feltűnik, ugye a szkíte apostola. Érdekesség Szűz Máriának ez a feltartott kézzel való ábrázolása, egy nagyon ősi pogány kultuszra utal. Ennek előzményét meg lehet találni a nyugat-grúziai leletek között, úgynevezett korkiszi kultúrában, ami nem más, mint a szkitákorai kultúrája volt. Ha nézzünk, akkor pedig ugye Máriával kapcsolatos jeleneteket találunk. Talán a leghíresebb Szent György ábrázolás.
itt már sárkánnyal küzd. Érdekes módon a korai ábrázolásban nem sárkányt láthatunk, hanem Diocletianus császárt. Itt láthatjuk azt, hogy már grúz és görög, tehát kétnyelvű felirat van az ikonokon, korábbiakban vagy csak grúz, vagy pedig csak görögöt találunk. Díszítő motívum a 10. és 12. század között, ezek is mind zománc képek. Szintén különleges zománc ábrázolásokat látunk. Ez is 10-12. századi munka. Ez pedig a híres cirkáli ikon. Szintén korai 12. század elejei részletek a ikonból. Ez még mindig a triptikonnak a része. Hatalmas, egyébként egy összecsukható szárnyas altárról van szó. Ez még mindig a triptikon, és ennek a zománcozása nagyon hasonlít az úgynevezett latin korona részhez. Ugye szintén a kapuli monostor környékén készült, a mai Erzurum tartomány Bachahó vagy Bachpasi faluban 12. század elejére teszik ennek a készítését, vagyis hogy akkor lett készen, hogy milyen régi technikát alkalmaztak, az ugye úgy kérdéses, hogy az időbeli elrendezése ezt a híres zománc technikát a 8. és a 13. század között használták. Igen, látunk egy Jézus ábrázolást, egy Pantokrátor képet. Ez az úgynevezett korcketi ikon. Szintén egy érdekes kép, 10. századi ábrázolás, kicsit hasonlít szintén a magyar Szent Koronán lévő Pantokrátor Jézus képre. Így néz ki ez a híres kapuli triptikon.